És akkor egy hatalmas... Igen, már benne vagyunk a beszélgetésben. Igen, hatalmas beszélgetésben, hatalmas haverokkal, Uszkó László van itt velünk, és Papp Feri, akik 30 éve barátok. Na, nem mondjuk ki. Miért nem? Na, ki mondtad, igen. Óvodába ismerkedtünk. Jó, csak igazából az a kérdés a mai gyarló világban, hogy ezt hogyan tudjátok fenntartani, vagy hogyan tartottátok fenn, hogy tartható fenn az, hogy valaki 30 éven keresztül igazi barátja lett a másiknak, mert nem ezt tapasztaljuk ugye manapság, hanem nem tudom, nekem is vannak olyan ismerőseim, hogy most hirtelen ez a barátja, aztán fél év múlva már az a barátja, és hát utólag nem is mond túl kedveseket az addigi legjobb barátjáról. Tehát. Igen, nagyon sokáig én is ilyen voltam, csak megismertem az úszét. 30 évvel ezelőtt. Van az a nagy rossz dum, hogy a hosszú barátság titka pontosan elszámolás, de egyébként ebben van valami. Igen. Egyébként erről is akartam, hogy erre is ki akartam térni, hogy amikor barátokról beszélünk, meg barátságról, akkor ugye félretesszük az üzletet. De ugye a ti életetekben ugye azért össze is vagytok kötve üzletileg is, az akkor ez nehezítette, vagy igazából azt mondhatjuk, hogy abból lesznek talán az igazi jó barátságok, ahol üzletileg is el tudtok jól számolni folyamatosan, és barátként is meg tudtok maradni. De ez mert nagyon nehéz mondani, a kettőt összehozni. Igen, hogy nehéz egyébként. Hogy hölgyeken és pénzzel lehet összeveszni, tehát egy barátság által oldódik meg. A zenekarban nincs hölgy. Lóvét meg azért a buli után csak alaptitka egy zenekarnak, hogy ne vegyél be lányt. Igen, de hát azt megvan a matek, 8-an elosztjuk, és akkor nem lehet nagy probléma. Múltkor voltunk egy rendezvényen, és én odaértem késve, ahol ott voltak a srácok, és hát engem parodizáltak egyébként. Akkor hallottam, volt ki Herótosztak. És egyébként benéztem a sátorba. Sziasztok! Kérdések, most jöttél? Mondom, igen, jó szerencsét. De levetted akkor, hogy te voltál. Nem volt annyira vészes egyéb. De ha már egyébként a csajokról beszéltünk, ugye egy jó barátságot el kell fogadnia ugye az asszonynak is, mindkét részről, vagy mindkét oldalról. Mert hát nyilván, amikor mondjuk elmentek bulizni, akkor annyira nem boldogok otthon. Nem is így lehet másra fogni, ez nagyon persze. Fontos. Ez is jó. Meg nem járunk bulizni. Jó, de hogyha most mondjuk... Egyedül, ha nincs barátod, nem tudod kire fogni, hogy de ha mondjuk komolyabbra vesszük a témát, és azt mondjuk, hogy mi van akkor, hogyha most a ti esetekben ez már nincs, de mondjuk az elején lehetett volna, hogy egy olyan párod lesz, akit a barátod nem akar elfogadni, vagy esetleg tart, félt, óv tőle, tanácsokat ad. Ugye ebben az esetben nagyon sok barátság szét szokott szakadni, pont, hogy amit te is mondtál, nők miatt, mert hogy te óvni akarod, vagy félteni, de a legjobb barátomat figyelmeztetnem kell, hogy te figyelj már, Aranka az nem biztos, hogy Aranka. És meg fogja fogadni a tanácsodat? Nem, és rád fog haragudni. Akkor barátként őszint, akkor oké, akkor az a kérdésem, barátként nekünk bele kell mondanunk pacekba, vagy akkor hátra kell ilyenkor lépnünk? Nem mindig. Kérdés, igen. Ez szerintem 50-50. Valaki, hogyha úgy érzed tényleg, hogy megoldódhat tőle a feladat, akkor mindenképpen próbáld meg, de ha nem, akkor meg fölösleges, mert neki is az, hogy csinálsz. A barátomat. Minden esetben, ha elmondom, kimondod, azért akkor veszítem el, ha nem mondom el, akkor pedig az saját elveimmel. Pedig férfiaknál az őszinteség szerintem sokkal mérvadóbb. Tehát. Igen, csak amikor egy férfi szerelmes, akkor azt mondja, hogy már pedig az Aranka nem ilyen. Igen. Vagy az Aranka nem olyan. Hát aztán majd kiderül és bocsánatot kér. De addig nem maradok, ahogyan 10 évig. Viszont szerencsés helyzetben vagytok, mert hogy a csajok is jobban vannak, ha jól tudom. Tehát, hogy hát nem olyan jobban, mint Mihály is. Pedig de jobban van. Tényleg olyan, kéne szövetkezni. Olyan jellegű irítség, féltékenység, amikor ugye a csajok jobban lesznek. És akkor nem féltek, hogy na, ezek most olyan jóba lettek, hogy minket dumálnak ki. Állandóan együtt program. De jó kép, ez hogy egyébként volt is már rá példa. Milyen jó sikerült, ezt miért raktam? És egészen utána egy-egy ilyen beszélgetés után egészen más oldalát ismered meg a haverodnak, nem? Tehát, hogy amikor az asszony elmondja, hogy megbeszéltük, hogy mi történt, igen, és miket mondtál, miket csináltál, akkor... Hát igen, mert az ők is ki tudnak dumálni, és akkor, amit esetleg nem tudok róla, akkor azt úgyis meg tudom mondani. Tehát mindent tudok. Atya úristen. Mik derültek ki fel? Egyébként meg tényleg én is azt gondolom, hogy az sose baj, hogyha a párok is. Például mi nagyon sokat megyünk el együtt nyaralni, akár a párjainkkal is. Közös nyaralás. Megnéltük is. Igen, azért a katicai szatyorért. De nekik vásároltatok. Abszolút, aztán mi hordtuk. Na szóval, hogy együtt mentek azért nyaralni, és akkor ezek jól szoktak sikerülni. Vagy igen, mert akkor a munkát félre tudjuk tenni. Tehát amikor az ember nyaral, akkor nyaral, majd dolgozunk. Hozzáteszem, a munka az akkor szokott előjönni, hogy az ember kicsit betölt a garatra, igen, és akkor előjönnek azért akár régi sérelmek, akár
munkával kapcsolatos dolog, de ezt mind meg tudja az ember. De egy olyan fajta készítést nem éreztek, pont azért, mert barátok is vagytok, és lehetjük azt, hogy üzlettársak ezáltal, hogy azért ezeket a dolgokat pont abban az időben, amikor mondjuk nyaraltak, akkor jön egy iklet, jön más, jön egyfajta más gondolat, hogy azt azonnal elmondjátok? Igazán nem nyaraláskor sem ötletek, de mi nagyon sokat töltünk egymással időt a buszban, tehát amikor megyünk fellépésekre, ott nagyon sok mindent ott beszélünk meg. És az nem ilyen erőszakszagú, amikor a buszban próbáltok mondjuk kreatívoskodni vagy ötletelni? Ja, nem, hát hogy valaki van egy ötlete. Amikor ez belőlünk kijön, akkor valahogy úgy jön ki, hogy lazábban. Tehát ugye tipikus az, hogy ma is most megyünk innen, megyünk próbára, mondjuk kettőkor próbálunk, leülünk és persze megpróbálunk ötletelni. Ez mondható, hogy erőszakszagú, de általában amikor összeülünk, jó hatással vagyunk egymásra, tehát valami úgy is lesz belőle, valamennyit mindig lép előre a dolog. Ugye most a jövő évi koncertünket szeretnénk jól megcsinálni, és szinte napi szinten már elkezdjük ezeket a dolgokat hozzátenni, meg úgy az egészet megcsinálni. Ötletelni, vitatkozunk jó sokat, ordibálunk. De ez kell, ez normális. Na, kompromisszumra tudtok jutni, akkor minden. Persze, így lesz és kész. A barátság akkor hosszabb lehet, mint egy házasság, mondhatjuk azt? Igen. Szerintem az is ugyanúgy benne van a kémia, tehát a barátság is benne van a kémia, mint a szerelemben. Hát egyes barátságom. És lehet az, hogy mondjuk a barátunk és a barátnőnk a két legfontosabb ember, és ugyanazt kapjuk, csak az egyiket nőtől, és a másik oldalon meg egy férfitől. Hát vannak ilyen kapcsolatok is. Ebben nem lehet. Abszolút. Emberi dolgokban mindenképpen. Barátnak nincs ilyen, azért nem vette ki a kérdésem, de ti értettétek, mert nekem egyébként van ilyen az életemben, női oldalon és férfi oldalon is. Nagyon szépen köszönjük, mi köszönjük. 30 év múlva találkozunk. Köszönjük. Sziasztok.